Jelenleg is folynak a munkálatok a Nyíregyházi állatpark bejáratánál. Itt épül az új látogató centrum, amelyel zavartalanná válik a nagy létszámú csoportok fogadása, nő a bejárat áteresztő képessége, csökken a zsúfoltság és a torlódás veszélye. Emellett értékmegőrző szekrény, valamint pénzváltó és bankautomaták is a látogatók rendelkezésére állnak majd. Ez egy 381 milliós beruházás, amihez csak az önkormányzatok 10 milliót kell vállalni, a többi támogatás. Egy új látogatócentrum bejárati rendszer irodánkkal együtt, a Fókamedence kibővítése és a Hópárduc kifutó megépítése is a csomagba tartozik. Ez a nagy fejlesztési csomagunk első eleme, amely március 2-ára, ahogy hallottuk, elkészül, indul a műszaki átadás átvétel, és azt tervezzük, hogy húsvétre, amikor ugye nagyon sokan jönnek ide, már teljesen fogadókész legyen. A projekt másik, jelenleg is futó építkezése a Hópárduc kifutó. A nyitott, fűtetlen építmény falaiba nagyméretű, biztonsági üvegezésű betekintő ablakokat építenek, amelyek tovább növelik a látványt és az élményt. Itt kap majd helyet az állatparkban jelenleg is élő Hópárduc pár. Azonban ez a két projekt csak egy része a 3 éves, összesen 7 milliárd forintos beruházásnak. Hamarosan megújulnak az útjaink, nem sokára előkészítése alatt van, és nem sokára elkezdődik az Indiaház és az afrikai madáröbde, és júniusban, ha minden igaz, átadásra kerül a Hotel Pangai Ökocentrum, amely egy nagyon látványos, különleges, tematikus szálloda lesz, és a nagy tervünk az, hamarosan kiírásra kerül a tervpályázat, hogy építünk egy különleges, interaktív jégkorszak bemutatót. Ez egy olyan nagyszabású, közel 4 milliárdos projekt lesz, ami egyedülálló lesz Európában. Az állatpark igazgatója szerint ezekkel a fejlesztésekkel egy év múlva a vendégek számát a jelenlegi 500 ezerről 600 ezerre növelhetik, és az állatpark teljes bejárása így akár 2-3 napos program is lehet az idelátogatók számára.